az egy hely ezúttal két hely lesz, ugyanis most éppen a Tabán és a Budai Vár Krisztinavárosi tömbje között vagyunk, a Dózsa-György téri Dózsa emlékműnél, amit különös kapcsolat fűz össze egy másik szoborral, ami a Gellért hegyen áll, és ami Wagner Nándor filozófiai kertje, vagy közismertebb nevén a filozófusok kertje. Dózsa tér. A törökkor után mészégető kemencék álltak itt, aztán a 19. században még szőlőskertekkel volt tele. 1893 után, az új királyi palota építésekor hosszú teret alakítottak itt ki, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. 1896-ban palota tér lett a Szerpentinnel, Gyep-szigetekkel, és az egyikben áll Mátyás király valahai kerti lakának, mert az is volt itt, feltételezett maradványa egy gránitoszlop. De vissza a szoborhoz, szigorú nézés, magyaros bajusz, konokula távolba szegezett tekintet, igazi szocialista, historista, monumentalizmus. Dózsa György azok közé a figurák közé tartozott történelmi személyiségek, mint Petőfi, Kossuth, Táncsics, József Attila, Bartók, akikről 1945 után a kommunista hatalom mindenképpen egy emlékművel szeretett volna megemlékezni. Az 1953-as országos pályázaton első és második díjat nem adtak ki. A harmadik díjat viszont megosztva Kis István és nem más, mint Wagner Nándor kapta. A fiatalabbaknak egyik név sem mond már semmit, előbbi a Kádár rendszer egyik kedvence lett, Wagner Nándor 1956 után Svédországba, majd Japánba szakadt, és a Filozófusok kertje című igazi népszerű szoborcsoportja lesz ma a második állomásunk. Itt viszont végül a kora 30-as éveiben járó Kis István lett a Dózsa csoport kifaragója. Kis még főiskolásként nyert a Dózsa pályázaton, aztán mintázott, faragott mindent, és megkötötte a maga kompromisszumát a rendszerrel, elkötelezett párt, sőt központi bizottság tag volt, aki egyszerre volt dekoratív és propagandisztikus. Munkásmozgalmi szobrai 1990 után legjobb esetben is a szoborparkban végezték. De még így is számos köztéri szobra megmaradt, annak ellenére, hogy a többségét azért eltávolították, vagy ledöntötték, de áll például a Margit-szigeten, már egy korábbi egy helyben is szerepelt, a centenáriumi emlékmű, Budapest Egyesülésének századik évfordulójára készült, és egy másik, jóval kevésbé ismert, de igen kedves kis szobrocska, teljesen előtt ettől, egy szitakötő, amit a 80-as években készített, és ez a vérmező játszóterén látható. Itt pedig ezek a jellegzetes 50 évvel ezelőtti markáns parasztos alakok. A Dózsa szoborcsoporttal a tömegábrázolás 1945 utáni mozgalmi jellege jelenik meg, a tömeg egységének motívum ismétléseivel, főleg a patetikus fokozás érzékeltetésével. A mellékalakok már-már portrék is. Lőrinc papé, Tiborcé, a román és Tóth paraszté, de jelen van a munkásosztály is, egy kovácslegény formájában. Ha körbenézünk, itt a Dózsa tér környékén azért találunk még pár érdekes házat, például a hátam mögött az az óriási sárga tömbház, a Bethlen ház, ami a Bethlen kormány idején 1925-ben épült minisztériumi tisztviselők számára. A szobor két oldalán szemre való ikerházak állnak, a testőrségi vagy darabont házak. 1918-19-ig a Magyar Királyságban két testőrség létezett, a királyi testőrség és a darabont testőrség. Ezek laktanyái voltak, a baloldali a tiszti, a jobboldali a legénységi laktanya. Mindkét épület súlyosan megsérült a háborúban, a megmaradt részekre 1947-48-ban modern lakóházak épültek. Az udvaron pedig állítólag itt a lépcső alatt egy befalazott katakomba kötötte össze a várral. A
Dózsa emlékművet eredetileg nem is ide, hanem a Dózsa-György út és a Tököli út kereszteződésénél tervezték felállítani, ahol azóta már az István lakópark és természetesen egy turulszobor áll. Itt viszont teljesen más a hely morfológiája, látszólag a tér kívánta meg ezt, fölötte a királyi palota felmagasodó homlokzatával, de nem. Mert a hely tulajdonképpen már évtizedekkel korábban kijelölte, hogy milyen is lehet ez a egyébként nagyon széles emlékmű, ugyanis először, amikor elkészült a budai vár Hausmann tömbje, akkor még Ibl idejében készültek ezek a kandelláberek, és ez a nagy kacskaringós szerpentin, ami fölvezet a várba. Azon kívül itt már korábban is állt egy emlékmű, méghozzá Ligeti Miklós 20-as években felállított első világháborús tüzér emlékműve. A második világháborúban ez is súlyosan megsérült, ennek ellenére másfél évtizedig még mindig itt állt romosan, míg el nem készült, vagy a helyére nem került a Dózsa szobor, ami egyébként még szélesebb lett. A tüzér emlékmű 19 méteres volt, a Dózsa pedig 28 méteres lett. Kis szoborcsoportja végül budai mészkőből készült el, és a megrendelők kérésére kompromisszumokkal, súlyos kompromisszumokkal. Az eredeti sűrűbb kompozíciót szét kellett húznia, így került távol kissé groteszk módon saját népétől, és lett magányos középen Dózsa György. Van viszont számos részlet szépsége, például a szúros tekintet, markáns karizmok, vagy a sodronypáncély a mészkőből kifaragva. Van egy különleges fotó 1945-ből, az ostrom után készült, és ebből a hátam mögött lévő fehér házból egy német vitorlázó repülőgép roncsa áll ki. A pilóta is meghalt, a ház viszont egy bizonyos Vágó László nevű építész bérháza volt, aki a fönt a tetőtérben, ez ma már nincs meg, egy egészen különleges olaszos szökőkutas, tulajdonképpen penthouse típusú tető lakást tartott fönt, ahol óriási partik voltak. Hát ez 1945 után megszűnt, de a ház azért is érdekes, mert itt fogták el Bajcsi Zsilinszky Endrét, amikor jöttek érte a németek, akkor ő pisztollyal várta őket, és a lövöldözés még a lépcsőházban is tartott. És még egy érdekesség, szomorú érdekesség, hogy itt halt meg Adi anyja, ugyanis a házban lakott Adi Endre halála után évtizedekkel az ifjabb Adi, Lajos, és a születésnapjára érkezett a mama, aki aztán itt hunyt el. És akkor már a Tabán túloldalán vagyunk, a Gellért-hegyi víztároló fölötti placon, arról is készült egy elég sikeres egy hely, és hogyha Kis István és a Dózsája egy kise a múltba merevült, akkor az itt található Filozófiai kert című kompozíció viszont egy igazi selfie pont és turista mágnes. Bronzból és gránitból készült, alkotóját Wagner Nándort már emlegettük, ő volt, aki 1949-ben még Kis Istvánnal együtt nyerte a Dózsa szobor pályázatát. A pályája aztán elég másképp alakult, az 1956-os forradalom leverése után svédországi emigrációba kényszerült, aztán 1969-ben japán feleségével áttelepült Japánba. Itt készült a filozófusok kertje is, vagy filozófiai kert. Ennek egyik példánya került a szobrász végakarata szerint 2001-ben Budapestre. A filozófusok kertjében az emberiség öt nagy tanítója áll körbe egy kör kerületén, és középen pedig egy titokzatos gömb, egy fénylő, ismeretlen, megnevezhetetlen eredő. Az Ószövetségi Ábrahám leborul előtte, mellette található egy egyiptomi fáraó, Eknaton, aki Egyiptomban először vezette be az egyisten hitű vallást a napisten tiszteletével, aztán Jézus, Buddha és Lao Tse. Aztán később a szobrász Wagner Nándor még további három alakot helyezett el itt egy sorban. Így került ide Assisi Szent Ferenc, Bodhidharma és Mahatma Gandhi.
mindannyian középre a gömb felé koncentrálnak, és talán ez érzékelhetővé teszi a láthatatlan egyet, az ismeretlen istenséget, vagy minden kultúra közös eredőjét és forrását. Kis István Dózsa György emlékműve és Wagner Nándor filozófiai kertje, két szoborcsoport, két sors, és ez a sors, ami először szeszélyesen szétvált, és sok-sok kacskaringa után, de végülis 50 év után újra közel kerültek egymáshoz a Tabán két oldalán. A szoborcsoportok állnak, az alkotók már nem élnek. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.